Itt a régi kettes iskolában már kezdik kialakítani a lakótereket. Hány lakótérre alakulhat itt ki? 250 Ukrajnából menekült befogadására készülünk, és minden helyiséget próbálunk kihasználni, annak érdekében, hogy kisebb csoportokba tudjuk elhelyezni az ideérkezőket. Azt látom, hogy itt van már jó pár matrac. Honnan kerültek elő ezek a matracok? Ezek a matracok a város üzemeltetési telepen, a József Attila utcán voltak eddig tárolva. 2 évvel ezelőtt adományként kapta a város Németországból. Itt lesz hálóhely, nyilván étkezőhely is, vagy szóval mit kapnak még, mit tudnak itt még biztosítani? A volt iskolai termekben a szállásokat alakítjuk ki, tehát a matracokat tesszük le, itt fognak tudni majd aludni, és a folyosókon, amelyek elég szélesek, a folyosókon pedig az étkezési lehetőséget fogjuk kialakítani, asztalokat, székeket helyezünk el, és a napi 3-szori étkezést pedig a város konyhájáról fogjuk biztosítani számukra. Hát ugye ez még azért elég sivár berendezésnek tűnik, nem tudom, várnak valamiket ide, takarókat, párnákat, ilyesmit, vagy bármi mást is? A Facebook oldalon már megjelent egy felhívás, interneten is elérhető, amiben csináltunk egy listát, hogy mik azok az alapvető dolgok, amire feltétlenül szükség van ahhoz, hogy otthonosan, komfortosan el tudjuk helyezni a hozzánk menekülteket. A lista is elérhető a város Facebook oldalán, illetve a polgármester Facebook oldalán, illetve az a telefonszám és az az e-mail cím, ahova a felajánlásokat várjuk. Mi most a legsürgetőbb egyébként? Hát alapvetően ágynemű, tehát takaró, párna, ágynemű húzat, amire szükségünk lenne, illetve a tisztálkodáshoz szükséges tusfürdő, fogkefe, fogkrém, törölköző, mert nem tudjuk, hogy milyen csomaggal érkeznek majd ide hozzánk. Adományokat fizikálisan a polgármesteri hivatalban vesztük át, reggel 8 és délután 18 óra között. Mikor érkezhetnek ide az első menekültek? Hát ezt biztosan nem tudjuk, szerintem senki sem tudja, de mi a mai napon szeretnénk arra felkészülni, hogy akár holnaptól fogadhassuk az ide menekülteket. Mert ugye azt tudjuk, hogy például a sportszálon már vannak napok óta. Egyébként az ő érkezésükről is ebben a keretben gondoskodnak majd? Nagyon sokan jelentek már meg a városban, alapvetően a kereskedelmi szálláshelyeken, akik fizető vendégként el is hagyták a várost. Tudunk olyanokról, akik a sportszálon, illetve magánszálláshelyeken kaptak elhelyezést, és egyelőre maradnak Nyírbátorban. A városnak az elképzelése, hogy felmérjük azokat, akik Nyírbátorban akár rövidebb, hosszabb időre maradnak, és a 3-szori étkezés lehetőségét, illetve a COVID tesztelés lehetőségét mindenki számára biztosítani fogjuk, aki kéri.